Sziasztok! A Generáli Közlekedés Biztonsági sorozatunk következő részébe a figyelmeztető jelzést használó járművekről beszélünk. Ami az egyik legfontosabb, és nagyon kevesen tudják talán, bár ez a jogosítvány megszerzésének feltétele volt, a sárga villogót használó járműveknek a többi járművel szemben nincs elsőbsége. Viszont van néhány szabály, ami nagyon kivételes és vonatkozik rájuk, például 10 km per óra sebességgel akár a járdán is közlekedhetnek, egyirányú utcába, hogyha nem zavarják a közlekedést, akár szemben is mehetnek, behajtani tilos utcába is néha behajthatnak, hogyha nem akadályozza ez a közbiztonságot vagy a forgalmat. Tehát nagyon eltérő szabályok vonatkoznak rájuk. Ezek a járművek olyan helyen is megállhatnak, ahol egyébként tilos, behajthat olyan útra vagy övezetbe, ahová egyébként behajtani tilos. Amennyiben a figyelmeztető jelzést használó jármű semmiféle munkát nem végez, nem szemetet szed éppen, de egy kukásról, kocsiról beszélünk, abban az esetben nem használhatja a sárga villogóját. Például, mikor a gyerekét reggel iskolába viszi egy kukásautó, abban az esetben sem kapcsolhatja be, akármennyire siet is, vagy késésben van.